fenntartható márkaépítés, mert a pillanatnyi gazdasági és politikai érdekeken túl nagyon kevés olyan történetet látunk a hazai sportban, ami valóban tudatosan, szisztematikusan vihetné előre a sportklubok, vagy akár az egyéni sportolóknak is, és nyilvánvalóan a hazai társadalomnak is a lehetőségeit. Hát én abban hiszek, hogyha az amatőr szinten nincs meg az a sportszeretet, vagy nincs benne a mindennapokban, vagy ez az egészségtudatos életmódnak nem része meg a sport, akkor a versenysportnak a respektje sem ugyanolyan. Ha hiszünk, hogy a világ ebben a sport entertainment dolog felé megy, tehát magyarul, hogyha tudunk emögé egy olyan márkát kerekíteni, amiben mindenki megtalálja a maga kis kihívását és azokat az érzelmi kötődési pontokat, és nem afelől közelítjük meg, hogy már pedig sportolni kell, már hogy az egészségem miatt lesz fontosabb, akkor sokkal könnyebben célt ér. És gyakorlatilag mi ezt vegytisztán, most ebben a körben elmondtuk, mi ezt vegytisztán üzleti oldalról közelítettük meg, és nekünk ez a brand, ez Magyarországon egy olyan kultikus márkának a behozatalát jelentette, ami nemzetközi és világviszonylatban is egy jelentős történet volt, és először Közép-Kelet-Európában, Magyarországon tudott ez megvalósulni, amire igen büszkék vagyunk. Mi nem azt adjuk el, hogy gyere és teljesítsd ezt a távot, hanem azt adjuk el, hogy te hős vagy, hogyha ezt megteszed, azért, mert ezzel a te életviteledet, a te szokásaidat, a te egyéniségedet tudod a társadalom felé közvetíteni, és ehhez nem kell egy nagy autót vásárolni, hanem drága órát vagyok. Ez egy ugyanolyan touchpoint, ami keresztül rólad egy véleményt fognak formálni. De az biztos, hogy ma már valamilyen szinten sikerült hosszú, nevezhetjük brandépítésen keresztül eljutatni tömegekhez már azt a hírt, hogy nekünk van nemzetközi színvonalú élversenyzőnk, ami lecsapódik a e-sportolók között oly módon, hogy akkor nem reménytelen Magyarországról síversenyzővé válni. És olyan nemzetközi piaca van, ami ez a legnagyobb márkák állnak oda, ez még Magyarországon nem teljesen csapódott le, és nem működik igazán Magyarországon a piac és annak törvényszerűségei. Mint a többi sportágról, és utána is még vannak a labdasportok, ahol 12 vízilabda vagy kéz, 12 ország játszik, és sikereket érnek el a magyarok is. És van aztán minden más. És már csak a pénzügyi háttere miatt is, hát ugye nem akarom azt mondani marketing fogásból, de csak összejött a Tiger Woods-szal, aki Amerikában egy brand, mindenki tudja. Innentől az mindenki tudja, ki az a Lindsay Vonn, aki összejött a Tiger Woods-szal. Hiába addig nem tudták, hogy ő nem tudom, hogy ez olimpiai bajnok, világbajnok, világkupa egy összes. 2010-ben a mostani elnökség fölmérte, hogy mik azok a legfontosabb pontok, amiben el vagyunk maradva, nem is a világ, hanem európai labdarúgás középszintjétől. És itt olyan pontok kerültek meghatározásra, mint például a tömegesítés, a korszerű pályák, minél több magyar fiatalt a magyar csapatokba, és negyedikként, de nagyon fontos szempontként, hogy a klubok marketing tevékenységének a fejlesztése, javítása, tovább gondolása, természetesen MLS támogatással. Az eredmény, ami ugye most az Európa-bajnoki kiutást jelenti, ez vonzó lehet egyrészt a szurkolók számára, másrészt a támogatók számára, a reklámozók számára is, hiszen érdemes lesz olyan csapatokat támogatni, ahol mondjuk olyan játékosok szerepelnek, akik megmutatják majd magukat nyáron mondjuk az Európa-bajnokságon a világnak. De elindultunk egy úton, elindult egy folyamat, aminek néhány év múlva már látható eredménye lehetnek mondjuk a stadionok állapotában, a játékos számban, a játék minőségében és a válogatott eredményeiben is. Ugye több bulvár újság felvetette, hogy a Magyar Szövetség most milyen hatalmas összeget kaszált ezzel, hogy jutotta az Európa-bajnokságra, ugye ez 2,5 milliárd forintot jelent a UEFA-tól, azonban azt nem teszik hozzá, hogy a Magyar Szövetség 17 csapatot működtet, üzemeltet. Utánpótlás csapatok,
U21, U10, stb. Női csapatok, futsal csapatok, amelyek egyetlen forint bevételt nem termelnek, hanem csak kiadást jelentnek. A magyar szövetségnek egyébként az A válogatott az, ami komoly bevételt jelent, az összes többit működtetik el. Tehát hamis. Én azt mondom, hogy nagyon sok közös van a Honvéd és a Ferencváros, vagy az Újpest, vagy a Debrecen között, amit lehetne közösen kommunikálni. Lenne egy közös marketing program. Mi javasoltam kétszer-háromszor az adminisztrációnak, hogy közös marketing programot kellene csinálni. Én hiszek ebben, és a klubok szerintem ebben dalolva. Nagy szükség lenne egy olyan marketing programra, amelyikben a klubok részt vesznek, és az MLS összefogja, mert én nem tudom összefogni a klubokat. De az a kis önkormányzatiság a klubnak megvolt 2010-11 előtt, az teljesen eltűnt, mert ez minden hatalmat magához van. Ezt nem kritikálként említem, mert előtte kuperál volt. Hosszú távú finanszírozást, ami a brandépítést, ami a ezzel együtt járó valódi ligát illeti, az szerintem az nagyon hát. A Pesti Kivési Videk az is egy másik kávéház bizonyos szempontból, de hogy összefognának az NBA-es klubok és közös marketing tevékenységet végeznek ebben, még annyi hibázik az én szerint véleményem szerint, hogy én mint futballt és marketinget néző ember, azt sem látom, hogy bármelyik klub komoly branding tevékenységet folytatna. Tehát, hogy ad-hoc kommunikációk folynak, valakire rábízzák azt, hogy te vagy a marketinges, te vagy a kommunikációs vezető, meg akár menedzsernek is hívják őket, hogy bármiféle szisztematikus, tudatos, építkező munkát egész egyszerűen nem látok. Nekem egy mániám az, hogy a sport és különösen futball az tükörképe a társadalomnak. Tehát amikor a német futballt akarod összehasonlítani magyarral, az lehetetlen. Kellemet említettünk, beszélünk nézőszámról. Tehát amikor mondjuk Ferencvárosnál van 8-9 ezer néző egy állam által épített óriási stadionban, Pakson van 1800 néző, az a 10% a lakosságnak, az Münchenben 400 ezer nézőt jelent. Azon lehet vitatkozni, hogy ez érték vagy nem érték. Én abszolút stadion párti vagyok, tehát stadionépítés párti vagyok, mert azt gondolom, hogy ma a gyerekeknek, felnőtteknek 21. századi körülmények közé kell menni. Azért vannak tele a plázák, mert az emberek úgy érzik, hogy modern, olyan helyeken akarják az idejüket eltölteni, mert egy Ferencváros brand, egy Honvéd brand Puskással a hátterében, az egészen más, mint mondjuk egy MTK vagy egy Vajon. Nem az, hogy az MLS csinálja a marketinget a 12 klubnak. Én azt gondolom, hogy az MLS csinálja alap, hogy minden klubnak követni kell, mert van egy minimum, és természetesen más Pakson és más Honvédnál és más más. És azt arra a világon, tehát a legismertebb klub Magyarországon kívül, Magyarországon a legismertebb klub a Ferencváros. Magyarországon kívül messze a legismertebb klub a Honvéd. Miért a legismertebb klub? Azért, mert Puskás, Bozsi, és itt tovább, és itt tovább, az arany. Például marketingre nem költhetünk 3%-nál többet. Én szerintem nem kreálni nehéz, hanem nem csinálni nehéz, és a nem csinálást megmagyarázni és túlélni, az a nehéz. Ott van merchandising, ott van összetartozás érzés, ott vannak sikeres, ott van csapat, ott van a város, az a sajátja, az az övé. Tehát ez egyik. A másik, ami szerintem ugyanerre vonatkozik, oda későn ment a politika. Ha nem engedi a piac törvényszerűségét működni a sportpolitika, ami lesz jó vagy rossz, vagy még rosszabb, akkor ez nem fog működni, ha felnéteszik, akkor sem. Ilyet én nem látok. Azt szokták mondani, és remélem, de nem mindezett nagyon mellé, vagy jól emlékszem a tanulmányokra, hogy tudatos rendépítéshez minimum az évek budzsó 20%-át kell marketing célokra, marketing kommunikációra elkölteni. Ilyen ma Magyarországon nincsen. A Zsuzsáknak ez a fajta felpozícionálása szerintem az egész sportéletre egyébként egy ilyen szempontból egy rossz példa. A területre célszerű ugye szakembereket alkalmazni, és a legjobbakat nyilvánvalóan erre van pénz. Nálunk volt próbálkozás arra, és el is vittünk játékosokat ügynökségekhez, marketing ügynökségekhez, hogy a személyes brandjét elkezdjük építetni. És azt mondtuk, hogyha egy játékos most már ugye nagyon magas, én vallom, hogy talán a teljesítményük közmérten nem is arányosan magas fizetéseket keresnek, hogy a személyes brandjüknek az építése az ő érdekük is.
hogyha keres valaki 1-2 millió forint, akármennyit, vagy még többet ugye sokan, akkor ennek legyen egy bizonyos százaléka, ugyanúgy náluk is, amelyeket ők a saját brandjük építésére szánnak. Erre nincs egy nyitottság. Nem látják azt, hogy ez milyen előnyükkel járhat. Néhány számmal szeretném bemutatni a magyar sport helyzetét. 2014-ben a kormány 136 milliárd forintos költségvetést rakott be a magyar köztársaság költségvetésébe. Ezt megfejelte 66 milliárd forintnyi taópénzt, tehát összesen 220 milliárd forintnyi összegről beszélünk. Ehhez az önkormányzatok 62 milliárd forintnyi sporttal összefüggő finanszírozást tesznek hozzá. Ez 280 milliárd. És a civil szféra és az üzleti szféra becsült ilyen irányú költségvetése 80 milliárd forint. Tehát nagyjából 400 milliárd forint a 31 ezer milliárdos magyar teljes GDP-nek 1,3%-a. Most ebből a számsorból is következik, hogy a 400-ból 70 milliárd az, amelyet a piac hoz létre. Hiszek abban, hősöket lehet eladni. A magyar sportságban nemzeti sportközlekedés nem épít hősöket, hanem inkább rombol. Amit ő mondott, vagy Mágyás mondott arról, hogy a sportolók hogy viselkednek, 100% igazak. Hát valóban így viselkednek. De ez a klubok felelőssége. Hogy azt mondja a sportnak, igenis Pisti, mész oda is, és nyalod a csokoládét, vagy nem tudom micsoda, amit csinálni kell, mert ezzel fogjuk csinálni. Ugye itt van 1-2 millió fiatal Magyarországon okostelefonnal nincs hangszor, éhesem a tartalomra, és nem tudnak más, mint a klubokat. Itt vannak emberek, akár Nagy Ádám, akik akár alkalmasak is lehetnek. Klub, szövetség, személyes márkájukat, és valóban pozitív történet. Két 16, egyik azt mondom 16 éves, másik 17 éves, mert nem vagyok egészen biztos, hogy kezdenek följönni. Tehát vannak hősök, és magyar fiatalok, én azt mondom, magyar fiatalokat akarnak látni a hősök. Nyilván eladni a magyar játékosokat, mint még egy jó brazil játékos is, aki jól játszik, mert ő magyar, mert innen jött, ami kutyán között, és így tovább. Szóval én azt gondolom, hogy a sajtó egy sokkal többet csinálhatna, de még egyszer mondom, amikor én kritizálok, én mindig elmondom, mert így van, nem hiszem, hogy a magyar sportsajtó akármivel alapvetően való, mint mondjuk a magyar sport vezetés, vagy a magyar edző, vagy akár a magyar játékos. Egyébként a Dortmundnál stabil márkaértékeik vannak, definiált, kidolgozott márkaértékeik vannak, amik mentén minden nap dolgoznak, és tulajdonképpen nem örülnek nekik nyilván, ha az utolsó helyen állnak, vagy a közepén állnak a tabellának, de egyáltalán a nézőszámot, a rajongókat, a futball intenzitást, a közönség élményt a stadionban, a bevételket egyáltalán nem befolyásolja, hogy hol vannak, mert hogy pontosan ezeket a hős történeteket, adják el a közönségnek. Nekünk így menne, mi lennék a legboldogabbak a világban, úgy szeretnék ilyen újságot szerkeszteni, hogy csak jól. Ez a cover boy, mert a 25 éves Ironman kiadványnak az elején Péter van, hogy befogadott. Mr. Cover Boy, hagyd kérek nagy autogramot. És a Péterre nekünk az elmúlt két évben egy háromfős tímet kellett ráállítani, hogy az ő kommunikációs és sajtóban való megjelenését kontrollálja, és el tudja azt érni, hogy egyáltalán írjanak az emberek. Tehát az, hogy hőseink vannak, szerintem vannak hőseink, csak egyszerűen el vannak tolódva ezek a történetek, ezek az egyik más. Hát azt mondom az embernek, hogy elindulhatsz ezen a versenyen, persze, csak 70 ezeret le kéne rakni. És ezt 1500 ember, meg még 1000 másik megteszi. Hát összesen 2500 ember odajön, és kifizeti a 210 eurót. Nyugat-Európa az én tudomásom szerint úgy működik, hogy 10-12% az állami forrás, annak körbe duplája 20-25 az önkormányzati, a többi a szponzor vagy a saját zseb. Itt az ember zsebében nincs pénz. Tehát amikor a válogatott kijut az EB-re, és 9000 forintért lehetne megvenni most azt a mezt, az egy drága az embernek. Annak az embernek, hogy kimegy a válogatott meccs a Norvégia ellen, oda azért ment ki, hogy magáról képet csinál, nem a szurkoló. Ki a brand, a tulajdonos a brand, a klub a brand, a benne lévő játékos a brand, körülötte a város, az ország. Azt nem szabad elfelejteni, hogy amikor a pénz olyan erről jön, ahol fáj, tehát mondjuk az ember saját zsebéből, vagy éppen, hogy megcsinálja a büdzsét, hogy a Pakson csinálják,
mások, akkor azt mondani, na most, és nincs marketing büdzsé, vagy minimális, akkor azt mondani, na most az én marketing büdzsém 500 millió forint, vagy 1 milliárd, vagy 800, mindegy, és éppen kijöttem ebben az évben, és be kellett tennem még 200 millió forintot. Na most akkor én állatában 100 millió forintot, vagy 50 millió forintot marketingre fogok betenni jövő évre. A következő kérdés, miből? Piaci méretben egy olyan célrendszer kell kitűzni, ami a mi gazdasági lehetőségeinkkel azonos.